közösségnek. Gőzelővel készül a Vajdasági Magyar Szövetség a kampányidőszakra. A pártelnök szerint az a feladat, hogy a Vajdasági Magyar Közösségnek minden szinten képviselője legyen, és úgy véli, ez a továbbiakban is a VMS-re és partnereire vár. Pásztor István úgy fogalmazott, ez egy koalíciós erőfeszítés lesz. A VMS ugyanis a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal és a Magyar Egység Párttal együtt indul. Azt is megválaszolta, hogy mi köti össze ezt a három pártot. Az érdek pedig az, hogy a Vajdasági Magyar Közösség érdekeit próbáljuk közösen képviselni, maximalizálva a mozgósító erőt, túllépve azokon a különbségeken, amelyek az elmúlt években is ma is léteznek közöttünk, de úgy tűnik, hogy igaz az az állítás és föltételezés, hogy kisebbek a különbségek, mint amekkora a közös érdek. Minden szinten együtt indul a három párt. Köztársasági szinten a programot közösen fogalmazzák meg, ugyanakkor a listán csak VMS jelöltek lesznek. A lista első néhány helyén az eddigi parlamenti képviselők jelennek majd meg. Tartományi szinten már a két koalíciós partnernek is lesznek jelöltjei. A lista első néhány neve között a jelenlegi tartományi képviselők közül szerepelnek néhányan, emellett rengeteg új név is helyet kap. A VMS, VMDP és MEP önkormányzati szinten négy helyen indul együtt, Óbecsén, Topolyán, Törökbecsén és Temerinben. A koalíció programja 8-9 témaköré szerveződik. Ez mindenféleképpen a gazdaság, illetve a megélhetés kérdése, ez mindenféleképpen a mezőgazdaság kérdése, a közbiztonság kérdése, a migrációs kérdés, a szociális kérdések, egészségügyre vonatkozó kérdések, és környezetvédelemre vonatkozó ügyek, az európai integrációs folyamattal kapcsolatos elvárásaink, elképzeléseink, és nem utolsó sorban a politikai rendszer átalakításával kapcsolatos elképzelések. A VMS kedden kezdi gyűjteni az aláírásokat a köztársasági és az önkormányzati választásokra. Több mint 10 000 támogató aláírásra van szüksége egy pártnak ahhoz, hogy átadhassa listáját és indulhasson a voksoláson.